Sűrűn változhat a sorszáma a kijelzőn a következő héten a Nyíregyházi Hivatalban. A hosszú hétvége miatt idén március 16-ig kell befizetni a vállalkozóknak az iparűzési adóelőleget, az érintett magánszemélyeknek pedig a gépjármű és az építményadó első félévi részletét. Az adóosztály március 16-án szerdán 8 órától 20 óráig meghosszabbított ügyfélfogadással várja az adózókat Nyíregyházán. Az önkormányzat most csak nem 4 milliárdos bevételre számít. Ebben az évben, márciusban Nyíregyháza megyőgő városa megközelítőleg 3,8 milliárd forint bevételt remél. Éves szinten is úgy gondoljuk szép számokat tudunk majd teljesíteni, de ne együnk előre a medve bűdére. Egyre több vállalkozó költözik a Mátészalkai Ipari Parkba. Ezzel együtt évről évre javul az adófizetési morál is. Idén pár százalékkal nagyobb bevételt vár a város polgármestere. A számításaink szerint egy olyan 5%-kal több iparizési adóra számíthatunk. Ez idei évben azt jelenti, hogy kb. 900 millió forintot fognak befizetni a cégek, ennyit tudunk realizálni, és ez durván egy 5%-os, 40-50 milliós emelkedés a tavalyi évhez képest. És én azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk, hiszen ennek a befizetett forrásnak most már döntő többsége fejlesztésekre lesz elkülönítve. A város fejleszti az ipari parkját jelenleg 10 hektár van üresen az új vállalkozások számára, de további területeket is szeretnének kialakítani. A már meglévő parkot is fejlesztik erre összesen 1000 millió forintos támogatást szeretnének elnyerni. Azt remélik, hogy két-három éven belül mindenkinek lesz állása, aki akar dolgozni Máté Szalkán.